Az utóbbi években végzett vallásszociológiai kutatások jelentős része szerint Románia Kelet- és Közép-Európa legvallásosabb országának számít, legalábbis a magukat istenhívőnek tartók arányát tekintve. A Romániában megkérdezettek mintegy háromnegyede vallja, hogy megnyugvást talál a vallásban, és a rendszeres templomba járás terén csupán Lengyelország előzi meg. A szociológusok azonban a számok mögé is bepillantanak. Vajon mit, milyen tartalmakat és gyakorlatokat fed a vallásosság önbesorolása? Amikor egy ilyen statisztikai adatot, hogy Románia a világ legvallásosabb országa, vallásosabb még Amerikánál is, vallásosabb még Lengyelországnál is, európai példát tekintve, hallanak Romániában különböző vallási közösségek képviselői, különböző nagyobb és kisebb egyházak képviselői, vagy értelmiségiei, akkor meghökkennek. Mert ez az állítás, hogy a legvallásosabb ország, ez egy közvéleménykutatási eredmény, és a közvéleménykutatás nem a dogmatikára és nem a vallásosság minőségi kérdéseire, a kvalitatív kérdéseire tér ki, hanem a kvantitatív kérdése. És hogyha Romániában az embereket megkérdezzük, hogy vallásosnak tartja magát, azt mondja, hogy vallásosnak tartja magát. Hogy mit jelent az ő vallásosság, ezt másfajta kutatással lehet elérni. Azt hiszem, hogy ennek a képzetnek a kialakulásához hozzájárul az is, hogy Románia bizonyos területein, vidékein egy hát Európa szinten szokatlanul késeinek számító kulturális zárványok, hagyományos népi kultúra maradt fenn, vagy legalábbis részleteiben fennmaradt, és hát ennek a népi kultúrának a bizonyos megnyilvánulásai, amelyek a médiába is eljutnak, azt a képzetet keltik, hogy itt extrém módon vallásos országról van szó. A másik oka ennek a reprezentációnak a kialakulásához, azt hiszem, vagy az játszott szerepet ennek a reprezentációnak a kialakulásában, hogy az ortodox egyház Romániában egy rendkívül sajátos pozíciót tölt be. Az ortodox egyház egy sokkal inkább népközelibb magatartást képvisel, mint általában Európa más vidékein az egyházak. Sokkal inkább helyi, lokális, regionális, személyes igényeknek a kiszolgálásában játszik szerepet, és hát egyfajta kulturális, vallási vállalkozóként, mágikus specialistáként is fellépnek az ortodox papok. Ha úgy közelebb lépünk egy kicsikét ahhoz, hogy vajon a nyugati kereszténységben, akár ma, akár Romániában, akár Románián kívül, hogy vajon a nyugati típusú keresztény felekezetekben nem lehet ugyanúgy feltenni a kérdést, hogy a hívők vallási képzetei és vallásgyakorlatai vajon nem ugyanúgy megkülönböztethetők, hogy mi az, ami úgynevezett egyházias, ahol tehát az egyházi kontroll, az egyházi felügyelet, az egyházi útmutatás, a dogmatika, a nyugati keresztény ortodoxia, és az ettől eltérő felfogások, elképzelések, praxisok uralkodnak. Mert ugyanaz a kutatás, amelyik kimutatja, hogy a megkérdezettek körében 100%-os azoknak az aránya, akik Romániában magukat vallásosnak tekinti. Ugyanez a kutatás, ugyanebben a kérdőjében, ugyanebben a kutatási ívekben azt is kimutatja, hogy a keresztények nem csak Romániában, hanem más volt szocialista országokban, például a feltámadás hitével kapcsolatban talán inkább babonásak, mint keresztények, hiszen nagyon sokan vannak országok, ahol 50% is egyszerre képviseli a feltámadásba vetett hitet a reinkarnációba vetett hittel. Amit a közember babonának nevez, az a különféle szaktudományok művelői számára, talán a teológusokat és a lelkészeket leszámítva, többé-kevésbé más színben jelenik meg. Ezért néha nem is könnyű pontosan meghatározni a babonasság miben létét.
természetesen egy néprajzus ismeri a babona fogalmát, hogy ne ismerné, csak elég régóta más fogalmakat használunk, nem a babona fogalmát a kutatásban. Tehát legalábbis a 20. század második felében inkább hiedelmekről szokás beszélni, mint babonákról. És hát elsősorban a negatív zöngéi miatt a kifejezésnek. A babona fogalma erőteljesen összefügg egy felvilágosult gondolkodással és elítélő nézetekről tanúskodik. Tehát azokkal a képzetekkel, azzal a gondolkodásmóddal szemben egy negatív álláspontot képvisel az, aki babonaként bélyegez meg tulajdonképpen hiedelmeket. Semlegesebb kifejezést próbálnak a kutatásban használni. Ettől még ez is olyan kényes dolog, mint a cigány és a roma fogalompáros használata. Ugye az embernek az alapvető attitűdjeit a problémával szemben nem változtatja meg a fogalom, amelyet politikai korrektségből használ. Tehát attól még elítélhet kutató is akár olyan nézeteket, amelyeket mások babonának neveznek. Egy olyan, mondjam így, olyan hiedelemről van szó, amelyre vonatkozóan Istennek nincs világos kijelentése. Nem tudunk közvetlen kapcsolatot Isten kijelentése a Szentírás és egy bizonyos hiedelem között teremteni, és ennek ellenére ezt a hiedelmet, ezt a gondolatot valaki valamilyen módon igaznak fogadja el. Ha hirtelen Heideggeri Kátéra gondolok, akkor a Szentírásban szereplő 10 parancsolat magyarázatánál egyszer csak azt mondja a Káté, hogy úgy, ahogyan lelkem üdvösségét szeretem, olyan szorgalmatosan távoztassak el minden varázslást, babonáskodást, stb. Tehát ebben az óvásban benne van az, hogy óvakodjam a babonás gondolatoktól. Nyilván, ha az Ószövetségre gondolok, akkor itt a varázslás szó, a szellemidézés, ugye nyilvánvalóan ezek nem azonos fogalmak, tehát nem a babonával azonosítható fogalmak, de mindaz, ami Isten törvényén, Isten kijelentésén kívül van, vagy esetleg azzal szembe helyezkedik, akár emberi bölcsességként, akár én jobban tudom hozzáállásként, azt a Szentírás ilyen értelemben visszautasítja, illetve távol tart bennünket attól. A hiedelem, a népi vallásosság jelenségeit általában egy hivatalos egyházi képzetrendszerhez, eszmerendszerhez viszonyítjuk, olyan tekintetben, hogy mennyivel egyeznek ennek a tanításnak az állításai, illetve milyen mértékben különböznek tőle. Hát általában a hivatalos egyházi vallásosságnak is inkább lokális, regionális megvalósulási formái vannak, és hát ezekben a lokális vallásokban, lokális vallásosságban szerepet kapnak a néphit, a népi vallásosság, a hiedelmeknek az elemei is. Tehát egy nagyon érdekes kölcsönhatás figyelhető meg ezek között. Tehát akár a hivatalos egyháznak, a hivatalos egyházi állításnak, a tanításainak az elemei bekerülhetnek és tovább élnek a hiedelemrendszerekben, vagy fordítva is nagyon sok a helyi gyakorlatban kialakult vallásos elem, hiedelem elem tovább élhet a hivatalos egyházi vallásosság kontextusában. A népi vallásosságban több területen is, vagy több helyen is alkalmazzák például az ördögűzésnek a gyakorlatát. Az ortodox egyház például hát előszeretettel vannak olyan specialisták, akik démonüzéssel, ördögűzéssel foglalkoznak. Gondoljunk csak a Tanakui elhíresült, a média révén elhíresült esetre, amikor is hát ördögüzés címen hát gyakorlatilag szomjan halt egy apáca, de hát ez a gyakorlat ez nem idegen a katolikus egyháznak a vallásosságától sem. Máig vannak olyan vidékek, ahol hát az ördögüzés az egy bevett gyakorlat, specialistái vannak a katolikus
egyházzal együttműködő specialisták foglalkoznak ördögűzéssel. Vallásosság és babona, a kettő már csak létrejöttük mechanizmusa miatt sem szigetelhető el szigorúan egymástól. Az észszerű megismerés határvidékén születik mindkettő, és jobbára a közösségi identitás dönti el, mit, hova osztunk be a természet feletti képzetekből. Tele van az életünk megmagyarázhatatlan jelenségekkel, akár természeti jelenségekkel. Hát hogyan alakult ki a vallásosság? Hogyan alakult ki az a tudat az emberben, hogy kell, hogy legyen egy Isten, aminek aztán Isten nevet adtak, de nem mindig nevezték Istennek, és nem minden kultúrában és vallásban nevezik Istennek. De valamiféle magyarázat keresés arra, hogy a világban miért vannak ezek a jelenségek, amiket mi nem tudunk ránézni, és azt mondani, hogy tudjuk, hogy ezért történik. És mi történt? Elkezdtünk magyarázatokat keresni. Ezek a magyarázatok, ezek mindig azt mutatják, hogy beleütközünk a korlátainkba, ott pontosan azon a ponton, ahol véget ér az a tudás, amire alapozva azt mondhatnánk, hogy ezek a dolgok ezért vannak. És akkor még mindig nem elégséges a válaszunk. Hát akkor, és itt jön a transzcendenssel való kapcsolat, amit mondjuk az istenhívők az Istenre tudnak vetíteni, és akkor megmagyarázzuk, hogy az Isten akarata, és ezt a különböző vallásokban különböző módon magyarázzák. De hogyan keveredik ide a babona? Ezek olyan kapaszkodók, amelyek egy kicsit azt mutatják, hogy a tapasztalati úton, ugye a természetvallásokra, hogyha gondolunk, a tapasztalati úton kialakított magyarázataink a természeti jelenségekre, vagy a világ jelenségére, vagy az emberi természetben találhatókra, ezek... Akkor, hogyha nem találunk ehhez olyan kapaszkodót, hogy ott van a Szentírásban, akkor elvihetnek bennünket olyan útkeresésre, olyan válaszkeresésre, ahol jó, akkor majd más elemekből szedjük össze. Baklövés lenne azt mondani, hogy csak akkor beszélhetünk vallásról, hogyha az a vallás olyan, mint az általunk preferált, felekezett, által szabályozott vallási rendszer. Mert a, mondjuk így, babonának is, vagy a neopogány vallásosságnak is megvan a maga logikája, megvan a maga rendszere. Elméleti, és megint azt kell mondanom, hogy részben vallási hatalmi kérdés is, meg azt hiszem politikai hatalmi kérdés is, hogy ki, mit és miért tekint helyén való hitrendszernek, és mit tart nem helyén való hitrendszernek, ergo babonának, eretnekségnek, boszorkányságnak, és így tovább. És azon múlik a vonal húzás szigora, hogy mennyire fenyegetett a mainstream vallási közösség. A magyar népnek ugyanúgy van ilyen jellegű hagyománya, mint a románnak, és inkább abban látom a két nép kapcsolatának a hatását, ahogyan a már bekövetkezett problémákat megpróbálják megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy ha a románok és magyarok nem élnének olyan hosszú ideje együtt Erdélyben, valószínűleg a magyar emberek nem román kolostorokba mennének segítségért, vagy nem román papokat keresnének meg. Tehát ez nyilvánvalóan a két nép egymás mellett élésének és kapcsolatának egy gyümölcse. Na most ettől függetlenül, hát minden történelmi forrásból azt látjuk, hogy évszázadokkal ezelőtt is hittek rontásban magyarok, használtak mágikus praktikákat, próbáltak hatni a másik ember egészségére, próbáltak kapcsolatokat manipulálni mágikus eszközökkel, szerelmi varázslás, minden ilyen forrásban előfordul, nem kellett nekik ezért a szomszédba menni. Régi román gyűjtésekből ugyanazt látom, mint a régi magyar gyűjtésekből. Tehát a 19. századtól errefele úgy kiadott, mint csak archívumban megőrzött folkloranyagokban.
nagyon hasonló élő mágikus hagyománnyal találkozunk. Hajlamosak volnánk azt hinni, hogy a hitvilágukban leginkább racionális, protestáns egyházakhoz tartozók kevésbé fogékonyak a babonákra. De ezt még a református teológus sem látja így. Református, a protestáns szemszögből nézve nem állíthatjuk azt, hogy református ember teljesen mentes volna a babonától. Lehet azt esetleg mérni, vagy méricskélni akár, hogy egyik vagy másik felekezet tagjai mennyivel hajlanak inkább a babonáskodásra, mások meg nem. Azt viszont, hogy teljesen immunis lenne a református vagy a protestáns ember a babonára, ezt nyilvánvalóan nem állíthatjuk. Valahogy úgy volnék ezzel, mintha Fülig Jimmy módján azt állítanám, hogy én nem félek a varázslástól, mert Limában az inkák főpapja adott egy amulettet ilyesmi ellen. Tehát nyilván ezzel azt akarom kifejezni, hogy az, hogy ki milyen felekezetben nőtt fel, az nem determinálja automatikusan azt, hogy ő teljesen mentes lenne a babonától. Ennek nyilvánvaló a felekezetek együttélése is, a történelmi múlt is hozzájárul ehhez a dologhoz. Ugyanakkor pedig nyilván az ősöktől örökölt történetek, hiedelmek, legendák, mondák világa mind-mind közrejátszik abban, hogy ezek a kérések megjelenjenek. A különböző régebről, akár a reformáció előtti korokból örökölt hiedelmek érdekes módon erősen megmaradnak az emberekben. Erre vonatkozóan akár néprajzi, de akár teológiai hallgatóink is készítettek ilyen felméréseket, hogy dolgozatokat is ezzel kapcsolatban, hogy élnek olyan hiedelmek, szokások, és ezeket azért nagyon óvatosan választanám el. Vannak olyanok, amelyek babonához kötődnek, vannak olyanok, amelyek nem. Ugye, tehát nem szabad ezt egyoldalúan kategorizálni. Ugye, élnek olyan szokások, amelyek elevenek és jelen vannak a nép életében, még akkor is, hogyha az ember azóta már ezekről a dolgokról vagy másképpen gondolkodik, vagy talált rá más magyarázatot, mondjam így, egyik vagy másik jelenségre. Egy apróság, a rózsafűzér. Hány autónak a visszapillantó tükrén lóg a rózsafűzér? Olyan emberek autójában is, akiknél esetleg meglepetést okoz számunkra, hogy mit keres ott ez a rózsafűzér, hisz nem egy milyen vallásos valaki. Örökölte a nagymamájától a rózsafűzért. A nagymamája még egy milyen vallásos valaki volt, akinek a napi imádságához hozzátartozott a rózsafűzér imádkozása. Amiről csak kevesen tudják, hogy ez egy nagyon meditatív imádság, olyan, mint egy mantra. Folyamatosan ismétlem ugyanazokat a szavakat, ezek visznek bele egyfajta meditációba. Na most ezt katolikus körökben így mondani néha kicsit merész, de mégiscsak így működik. Megörökli az unoka, fölteszi a visszapillantó tükrére. Neki semmi más nem jelent, csak mihez tudja kötni? És itt van egy babona. Ahhoz tudja kötni, hogy a nagyinak volt ez egy kedves rózsafűzérje, állandóan ezt morzsolgatta, nagyon imádságos élete volt, valamitől megvédte. Miért csináltad, nagyi? Azért imádkozom, hogy a Jóisten megvédjen ettől, attól, amattól. Rögtön egy mágikus dolog jön, tehát egy ilyen árukapcsolás is, és egy mágikus töltete lesz annak, hogy ott lóg a rózsafűzér, ami már nem azért lógott, hogy én majd azt, mint egy katolikus mantrát végig imádkozom, hanem azért, mert a nagyit annak idején ez megvédte valamitől. A témához korrekt módon közelíteni akaró szakemberek szerint a román ortodoxiáról a magyar történelmi egyházak körében alkotott kép sok esetben tájékozatlanságon alapul, előítéletes. Ha, mint ahogy a romániai vallásosságkutatás egyéb forrásaiból jól tudhatjuk, a romániai ortodox vallásosságban a népi vallásossági elemek nagyon gazdag sokasága, figyelhető és csodálható meg, akkor érthető, hogy az ortodox vallási intézmény képviselőinek nem fűződik érdeke ahhoz, hogy vonalat húzzanak a vallásosság meg a babona között. Akkor azonban, amikor más keresztény felekezetek
Romániában, amelyek kisebbségben vannak, és esetleg nem is feltétlenül a kereszténységük, nyugati kereszténységük, hanem inkább az etnikai hovatartozásuk, meg történelmi, meg politikai, meg gazdasági, meg nem tudom, milyen okok miatt vetik fel ugyanezt a kérdést, ők egy fenyegetett pozícióból vetik fel a kérdést, és ezért aztán érdekük fűződik ahhoz, hogy az ortodox kereszténységen belül, az ortodox vallásosságon belül igenis meghúzzák. Mégpedig még az is lehet, hogy úgy húzzák meg, hogy az ortodox vallásosságnak a többségét tekintik babonának, és csak egy egész kisebbségét tekintik nem babonának. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kényes téma az, hogy az ortodox lelkészek nyújtanak-e olyanfajta úgynevezett mágikus szolgáltatást, ami valakinek az egészsége megrontására, tehát valaki egészségének a megrontását célozza. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez vagy rettentő ritka, vagy egyáltalán nem is létezik. Most én tudok olyan kutatóról, akinek a terepmunkája során emberek mesélték azt, hogy elmentek ortodox paphoz, és rontást rendeltek. És a pap elfogadta érte a pénzt, és megtette. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb a híre Erdélyben, magyarok körében az ortodox papoknak, mint amire rászolgálnak. És nagyon-nagyon negatív az ortodox egyház és vallásosság megítélése is. Hát én már kezdem úgy érezni néhány évi ortodoxia kutatás után, hogy misszióm az, hogy elmondjam, hogy semmi olyan rémséggel nem találkoztam soha ortodox papok és szerzetesek körében, amiket kívülállók, akik őket nem is ismerik, terjesztenek róluk. Állandóan azt mondják, hogy középkori, hogy babonás, hogy fekete mágiát használnak. Mi erre a bizonyíték? Szerintem semmi. Tehát egyszerűen csak gyakorolják a vallásukat, és az kívülről annyira titokzatos, és annyira nem hasonlít a protestáns kultúrára, mert a katolicizmussal rengeteg párhuzam van. És én még nem hallottam katolikus lelkész például ennyire negatívan ítélni meg ortodoxiát, mint amennyire például protestáns értelmiségi ismerőseim szokták, köztük néha néprajzkutatók is. Az antropológia már rég leszámolt azzal, hogy a hiedelmet, a mágiát, a tudományt és a vallást hát egymást kizáró tudatrendszerekként fogja fel. Nem beszélhetünk egy egyenes vonalú evolúciós fejlődésről, ami ezeket a tudatrendszereket illeti, hanem inkább ezek párhuzamosan mindig is létező tudati világok, tudatrendszerek voltak. Az életnek a krízis helyzetei, de akár a társadalmi krízis helyzetek is hozzájárulhatnak ahhoz, ezek a tudatrendszerek egymás alternatíváiként lépjenek fel. Európában is megjelentek azok az egzotikusnak számító vallások, amiknek nincs igazán az európai kultúrába ágyazottsága. Hihetetlen nagy a spirituális éhség, a mai társadalomban különösen is. Ugye azt tanították évtizedeken keresztül szociológusoknak és a vallásszociológia kapcsán, hogy az egész elvallástalanodás Európában, meg a modern társadalmakban. És közben meg pont azt látjuk, hogy éppen mondjuk Amerikában elindultak azok a mozgalmak, ahol ezek a nem európai kultúrában gyökerező vallások reneszánszokat élik. Valamiféle értelmet adnak az életnek, magyarázatot adnak a kérdésekre, de nem csak az jelenik meg, hogy új vallási mozgalmakként ezek a nem európai kultúrában gyökerező vallások teret találnak maguknak, egy egyébként európaizált társadalomban, hanem azt is látjuk, hogy vannak ezek a mixelt vallásosságok. Amikor összeválogatjuk a különböző vallásokból magunknak az elemeket, és ezek az elemek fogják az én személyes vallásosságomnak a hatóterét kijelölni, meg a magyarázatait megteremteni. Megint csak teret adunk annak, hogy valamiféle mágikus gondolkodás szerepet kaphat, és lehet, hogy modern babonák fognak megjelenni.